Sziasztok! Mai videóban sem biztos, hogy túl jó a hang, mert sok a hangzavar, mert itt a srácok veszekednek szembe, de nincs jelentősége. Szóval a mai részben kiásnak a Honda Jazzin fogunk Balhácsok elég a csapagyat cserélni. Tartsatok velünk! Srácok pont kimentek, mert tolnak egy autót. Szóval... remélem hallani, hogy szól a kerék a csapály ezen az oldalon, viszont semmi hang. Szóval most leveszem a kereket, ugye amit most visszaraktam a videó miatt. Aztán leveszem a dobot, és csapályat cserélünk. Remélem, hogy a Bárdi jót küldött, nem pedig olyat, mint szokott, hogy nem jó, de meglátjuk. Lent van a kerék, és most ennek a agycsavar kupakját kell leszedni, egy csavarhúzó meg egy kalapár segítségével, aztán le kell szedni a dobot, reméljük ez nagyon egyszerű feladat lesz, és le fog jönni gyorsan. Persze ezt gyorsan megcsinálom. Nem csak szól, de eléggé szorul is ez a kerékagy. Nagyon remélem, hogy tényleg annyira egyszerű, mint amennyire gondolom, hogy ezt kicsavarom, lehúzom, aztán jön rá a másik. De előtte nézzük meg, hogy nem gyárit vettünk rá, megint város, meg drága, szóval hasonló, remélem jó lesz. Na, most levesszük a kerékhagyat, aztán meglátjuk, hogy mizu. Közben itt megjöttek a srácok, betolták, amit kell. Igen. Most a világ legjobb operatőrének benyavizó Jeep, adnám, Jeep hogy, Grand Cherokee. Hogy igen, szóval tartottunk, hogy leszedem a kerékeket, és remélem olyan egyszerű, mint amilyennek gondolom. Hála az égnek, nagyon egyszerű. Kiásnak ezt nem mondjuk el, különben nem lehet munkadíjat jól elkérni. De ez a rossz. És most megnézzük, hogy hova dobtam. Ja, itt van. Egy hasonló-e, mert ABS-esnek ABS-es. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, mert egyforma. Szóval igazából ennyi. Ezt még te otthon is meg tudtad volna csinálni, állj is létedre, szóval. Ez tényleg nem volt egy nagy bonyodalom. Nem. Fölraktam volna fordítva, vagy valami. Mi? Pontosan? Pontosan ezért 50 ezer forint. Ja, igen, ja. Hát ezt ráhagyik lépkulcsa. Mi jó, ugye? Bátya tudta előre, hogy mi lesz. Ezen 20 év mocska. Hozzátanítás. Ez kész is. Az eleje fog. Leállítottad. Akkor bát mondod, hogy kész. Aztán gondoltam, ez már kész. Na, ez tényleg ennyi volt. Tehát ebben a videóban nem lesz reklám. Ugyanis szerintem ez egy 3 perces videó lesz. Ami még ma kimegy. Nem? Live. Élőre. Vágás nélkül. Mondjuk úgy, hogy előbb picit bonyolultabb volt az a történet. Amúgy tényleg az... ABS-szél a dolgok. Hú, volt minden volt. Ja. Ja, ha nem a Honda Service-be jársz. Hát ott hanem ilyen izé, zugszerzőkbe. Ilyen zugólokba. Tesla. Kezd is pedig hogy örülne neki tényleg. Biztos el van foglalva a nagy Typer motorok újra. Mert ott dolgozik egyébként Honda? Persze, folyamatosan Typerekkel. Lyukadnak ki. Frankon. De? Na most hiába nem. 20-30-40 ezer ja. Motorok. Igen. A lyukas dugattyúval. Úgyhogy Honda Typert vegyetek, srácok. Tényleg, hát kiát kell venni, ugyanis igen. Kia az eladó. Van egy eladó. Na, egy eladó Kia. Hogy lefordítsuk, az egy Hyundai 30N, ja, igen? Hyundai 30N egyébként, és a részecske szűrő mentes, szóval az még a kakos verzió. Igen. Hallgass? Hallod, hogy nem hallod? Jó, hát akkor ez az autó kész van. Úgyhogy köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ez most nem a fizetésbe lesz fel, de... legyetek tagok, az is mit kell mondani, szónokolj már nekem egy kicsit, adok egy 500-at. Hát nem tudom, hogy like, like, az like gomb megnyomása az nagyon sokat segít neked, mert
Mert ez az algoritmusban, igen, hát igen. Feliratkozás, de ezeket nem kell elmondani, tudod. Te tagság, hát azt tudod, azt nem tudom, az csak úgy jön. Na, szóval ugye tudni kell, hogy te ezzel ugye a családot hordod, ugye? Hát nem a halhába. Szóval, most itt hátul mit nézek egy ilyen jazz-en, érted? Gyönyörű szép mindene. Hát én ismerem ezt a kökit jól, szóval látom azt, hogy amit a Kesszi hozott gyári főtengely szimeringet, az nem jó. Szóval átvett minket a kesztyűs. Viccelek. Vagy azt tudom, hogy ezekben hűtők. Mennyi kilométer van ebben a gépjárműben egyébként? 250. Hát ez a hűtők rossz állapotúak nagyon egyébként. Hát az, ami nagyon cserére szorulna. De szerintem örökké elmegy így, max nem fúj olyan hideget a klíma, meg ja. Tehát ez az igazi. Klasszik jazz kék szín. Igen. Amúgy rendben van a kocsi, szóval nem nincs rajta mit nézni. Akkor bocsi, mégis 3 perces. De szép egyébként az hát a arányaiban. Jó, hát ezek ilyen felületi, azért mondjuk azért olyanok vannak azért. Kis pörsik. Ez a betét elég vékony. Normális gumik vannak rajta. Ez a betét is egész szar, a tárcsának is van egy kis válla. És nem tudom, hogy egy ilyen primásat, nem prima, mert prima az pont jó fejó, de az a másik. Köszönöm szóval kimondani, hogy ebben beperelnek. Legyen egy kis sikerült. Szóval ja, nagyon rossz minden. Kiás, nagyon sokat kell a kocsira költeni, de nálam nagyon olcsó lesz. Viccen kívül amúgy tényleg hibátlan minden, nincs félrekoppa a gumi. Óriási, tepsi széles gumik. Négyes szakos az Isten egyébként. Jó, ez jó, ez a cross climb, ez jó, az a Michelin, ez tényleg jó, ez a gumi. Ilyen autóra, ez tényleg tökéletes. Figyelj, amilyen terek vannak Magyarországon, nem, hát, ahhoz ez a... Nem, egyébként ez jó, ez tényleg, ezt láttam én is, hogy a tesztekben ez jól teljesített. Na, nincs mit nézni ezen egyszerűen, jó és kész. Egyébként, hát most ennyi, ez az összolajfolyás. Hát igen, és amúgy ezt se értem, mert tényleg kicseréltek a főtengelyt. Jó, hát ez nem egy halál. Főtengelyt, add azt a piros kis csavarhúzót. Na vigyázz, amíg én egyet pihen. Jó, van, gyere. Nem az. Hát az előződ, az nagyon jó, az van minden. De mi az, ne ödnek magad, bazd meg. Kifejeli az izét, fél. Ja, az ezek kifordul az izét. Hát persze. Na. Mi van? És igazából nem maradt rá sok minden a videóból, csak a vége. Szóval ezúttal is szeretném megköszönni Andrisnak, hogy videózott, illetve nektek, hogy végignéztetek a videót, illetve azt, hogy nyomtatok egy lájkot, vagy hogy kommenteltek 100-szor. Ez tök jó, és tudjátok, hogy szeretek rá válaszolni. Ami fontos, hogy ugye elindult a tagság, aki tud, meg szeretne, legyen tag, készül egy órás videó az evókról, úgyhogy szerintem érdekes lesz, igazából nem lesz annyira szétvágva, meg összevágva, tényleg inkább a mindennapi életről fog szólni, úgyhogy ez a hangfelvétel is kicsit összeszedetlen, de köszönöm, hogy itt voltatok, és sziasztok! Csá, Jászmin!